Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Kint képzeld el, nem esik az eső. Az előbb kint voltunk apukáról, és itt volt apukám, most ment el haza. Lefestettük a motorcsónakot, a másikat, ugye még egyszer lefestettük. Meg lefestettük ezt, ami itt áll kint, legalábbis az alját mutatom. Nagyjából, amennyire lehet innét látni, látod, ott le van festve, és várjuk, hogy megszáradjon. Ami reménykedünk, vagy reménykedek, hogy ne jön meg az eső, és ha megjön az eső, az nem tesz jót annak a csónaknak, ott kínál, ugye lehet, hogy le fogja mosni, bár gyorsan szárad. Mit mondasz? Várni kell, látod? Mindig várni kell ezzel az iPad-del. Úgyhogy, nem más fogunk mi azt csinálni, mint játszani fogunk a Davis-szel, nem más, mint... Grand Theft Auto 5. részét, a kedvenc játékomat! A Davis az úgy játszik, hogy van egy ilyen irányítója, mutatom neked. Én nem szoktam játszani mostanában. A Lucas-szel szokott játszani, és ül a Lucas mellett, és ezt irányítja, és azt hiszi, hogy ő is irányítja a játékot, de ugye nem irányítja, mert még túl pici hozzá. De ideje most már tervezem, hogyha lesz egy kis időm, akarok játszani a Grand Theft Auto 5. részé, ugye ez a kedvenc videójátékom. És most már egy éve, hogy nem játszottam vele szerintem, vagy lehet, hogy kettő is. Na mindegy, ma ezt fogjuk megtenni. A kérdésem hozzátok, jelenleg ti milyen videójátékkal játszatok? Én régebben szoktam játszani ugye mindenféle fajta ilyen videójátékkal, úgy szoktam őket szeretni, de mostanában ugye kevesebb az időm, nem nagyon játszottam. De kíváncsi lennék rá, hogy jelenleg mi a menő játék, vagy ti mivel játszatok? Tudom, hogy jön ki a Need for Speednek az új része... Az év vége felé, azt hiszem, októberben vagy novemberben, ugye? Úgyhogy most előkeressük ezt a Grand Theft Autót, ugyanis itt vannak a játékok, mutatom nektek, látjátok, a Lucas össze-vissza hagy mindig mindent, mert mondom neki, hogy egy játékot kivesz, rakja vissza ugye a tokba, most már azt azért nagyjából megtanulta, de nem tudom, hogy hova, látjátok ti, hogy hol a Grand Theft Auto? Lehet, hogy itt lesz valahol, Mária. Ez micsoda? Ez nem az a csoda. Na mindegy, én ezt így gyorsan megkeresem, beindítom, és nem lesz gameplay, mert játszani fogunk csak, legalább én fog játszani, ahogy mondtam, de a Davis valószínű, hogy itt fog mellettem lenni. Tudom, hogy a játék nem neki való, de nem fogok mindenkinek neki menni, meg olyan csúnyákat csinálni, ugye, ami nem neki való, hanem csak autózok körbe-körbe a városba, meg ma meglátjuk. Gondoljátok, írjátok meg, hogy ti mivel játszatok ide a videó alá, ugyanis játékos kedvemben vagyok most, de nem tudom, hogy mi az a játék, ami nem az, hogy menő játék, mert mindegy, hogy ilyen milyen játék, de mi a ilyen újabb játék, amivel lehet játszani, és nem olyan túl rossz. Ugyanis van egy pár játék, ami új játék, de nem a legjobb, ugye? Tehát ha gondoljátok, írjátok meg, hogy mi az, amivel érdemes most játszani. Kijött a játék, Minecraft volt benne, ahogy láttátok, oppá! Közben leesett a Grand Theft Auto. Na várjál, betesszük. Elindítjuk, ezt meg visszarakjuk a tokjába. Ugye mindig mondom Lucasnek, hogy vissza kell pakolni. Na várjál, most hol a tokja? Az előbb itt volt. Hol a tokja? Hol a Minecraftok? Hm? Nem ott, valahol itt volt. Várjál, megkeressi. Ott van-e? Nézd! TV irányító. Bekapcsoljuk. Amit képzeld el, nem működik a hangszórom. Volt ilyen hangszórom, itt ilyen. Itt ez a ményomó. Rettentő régi. Rettentő régi, jó pár éves most már, és valami oknál fogva nem akar működni. Hogy miért, nem tudom, úgyhogy most a tévén keresztül jön a hang, na már próbálom kihúzni, látod, az irányítóból a kábelt, ugyanis töltődött. Mit? Gyere, üljél le, és akkor ide játszunk közösen, jó? Na, nézzük! Oh. Mit mondasz? Ja, nézd, ott vagyok én. Várja, be kell lépni. Amúgy Magyarországon is használják ezt a PlayStation Plus-ot, ugye, hogyha előfizetsz rá. Mit mondasz? Mindjárt töltődik, látod? Töltődik. El kell indítani. Hol van? Hol a Grand Theft? Töltődik! Végre! Megtaláltam. Magyarországon is van ilyen PlayStation Network? Gondolom, hogy van. De használjátok? Sokan használjátok, vagy nem használjátok? Játszik a Davis. A képernyő még a játék nem indult el. Mi? Várj! Mindjárt, hát fogom én is, de töltik még, látod? Fekete a képernyő. Amint betöltődött, játszunk. Csücs! Ide lecsücsülünk és játszunk! Lucas a hajóval megy jelenleg. Szervusz! A Davis az felébredt. Ugyanis mi... Na! Ettünk, meg ebédeltünk, a Lucas aludt egyet, de nemrég felébredt is meg. A Lucas, a Davis aludt egyet. Felébredt, meg is ebédelt, és közben még játszunk. Update-elni kellett, le kellett tölteni egy ilyen
Fel kell valamit installálni, ugye? Egy ilyen update-et a játékhoz, és rettentő sokáig tartott a Davis-tel aludt rajta. Jelenleg játszunk, de vigyázz, nem az autó ott nem megy, az autó ott megy lent a szőnyegen. Ott, látod? Ott lent. Mova ugrasz ki, bele a vízbe. Közben játszottunk egy jó nagyot. Jaj! Úgyhogy most nem másra, hogy lassan elkészülődünk. Ami le kellett húzni ezeket a valamiket, hogy a nap ne jöjjön be, mert nagyon visszaverte a fény a tévéről. Davis, nem attan. Ide, itt lent a szőnyegen, ott megy az autó a szőnyegen, jó? Ami az előbb kisütött a nap, meg el is ment. Bár azt mondta, hogy hónaptól jó idő lesz, napsütést mond. Egész hétre nagyon remélem. Ott, látod, hol vannak a felhők? Ott bent, lehet, hogy annyira nem lehet látni, mert kicsit várjál, ráközelítek. Vagy valami ég, az füst, vagy micsoda? Lehet, hogy ég, nem ég, az felhő, nem? Még mindig megy, még mindig megy, még mindig megy, és ennél jobban nem tudok ráközelíteni. Az vagy felhő, vagy füst. Megosztom a videót most lassan, a tegnapi videót, amit ti most már láttatok. Aztán elkészülődünk, és valamerre elmegyünk, azt hittem, hogy el tudunk menni a tengerpartra, vagy valamerre egyet sétálni, vagy valami, de ilyen időben nem hiszem, hogy nagyon el fogunk arra menni. Nem tudom, hogy hol vagyunk, hogy ilyen megbeszélem a családdal. Aztán többen írtátok a videóra, hogy a csónak, ugye, még a múltkori videóra mutattam, hogy el volt rohadva, meg minden, aztán többen kommentáltak, hogy megérte-e megvenni, vagy nem érte ugye megvenni. Azért vettem meg, mert fel akarom úgy ittani. És hogyha nem olyat vettem volna, nem egy vadonat, ugye, de egy olyat, ami nem kell semmit csinálni, sok értelme nem lenne, és lenne értelme, mert lerakod a víz, azt nem eltfele, de én azért vettem ilyet, hogy meg tudjam csinálni, ugye apukámmal közösen meg tudjuk csinálni, és hogyha elkészül, akkor olyan lesz, amilyet mi akarunk. Ennél lehetett volna ugye jobbat venni, ami nincs járóadva, semmit nem kell vele csinálni, de nem tudom, biztos az is jó lett volna, ahogy mondom, de mi azért, vagy én azért vettem meg, hogy tudjunk rajta dolgozni, és egyszer elkészül, hidd nekem, szépen fog kinézni, és többen írtátok, hogy ez nagyon rossz ez a csónak, ezt nem kellett volna megvenni, jól jártam-e vele, vagy nem jártam vele, jó? Én szerintem jól jártam vele, legalábbis nagyon remélem. A másik, azon sok mindent nem kell csinálni, de nem, ugye az nincs elrohadva, és azt csak végül is festeni kell, csiszolni kell, meg ki kell csinálni egy pár dolgot rajta, de jó fog kinézni, sokkal jobban fog kinézni, mikor elkészül, higgyétek el nekem. Na, csak egy kicsit sötét voltam. Így még most semmit nem lehet rajt látni, mert az olyan le van festve, ugye sokat nem lehet rajt látni, de ha elkészül a nyár, nem a nyárra, a tavaszra, hidd el nekem, szépen fog kinézni mind a kettő. Ugye az egyiket lehet, hogy el fogom adni, valószínűleg, ahogy mondtam, vagy lehet, hogy mind a kettőt, és veszek egy harmadikat, amit majd meg fogunk tudni csinálni, és ma meglátjuk. Ups, hozom a felsőmet, felhúzzuk a villanyt. De itt látod, hogy nem felkapcsolni, hanem lehúzni kell, nem is felhúzni, hanem lehúzzuk a villanyt. Te, milyen sötét van. Amivel a kis pisztolyomat elő kell venni, mert fel akarom most már tényleg rakni a falra, ugye ezeket a kulcstartósokat, amit már mondtam nektek nagyon sokszor, a héten még mindig nem csináltam meg, képzeld el, valahol itt vannak. Látod, itt olyan sok érdekes dolog van, legalábbis számomra, vagy egyszer lehet, hogy kiveszem és megmutatom nektek, hogy mi sok jó dolog van ezekben a dobozokban. Mondjuk ebben nem sok jó dolog van, mert ebben van az útlevelem, meg hasonló dolgok. Aztán, mit akartam nektek mondani, most így játszottunk a GTA-val, és gondoltam, hogy vissza kellene nézni ezeket a régi felvételeket, mikor a Lukaszról meg a feleségemmel ugye elmentünk nyaralni Amerikába meg sok helyre, és gondoltam, mi lenne, hogyha együtt néznénk vissza, és megmutatnánk nektek is, nem az egészet, egy pár részt, a viccesebb részeket, vagy az érdekesebb részeket, pár évvel ezelőtt, mikor a Lucas még pici volt, meg amerre jártunk ilyen pár másodperces bevágásokat, nem tudom, hogy meg akarnátok-e nézni, vagy nem, hogy hogyan reagálunk rá, ugyanis van sok érdekes lenne, ugye a Lucas akkor még ilyen kisebb volt, és másabb volt, mint most, ugye, érdekes. Na minden, csak jött az ötlet, hogy vissza kellene nézni ilyen családi videókat. Nem ilyen régi idők videója, ugye volt régen ez a régi idők videója a című sorozatunk, hanem csak úgy gyorsan, így megnézzük, így fogon keresztül. Na minden, gondoljátok, majd írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Miért jöttem be? Ja, fölsőért jöttem be. Melyiket húzzuk fel? Látod? Melyiket? Kéket. Ezt. Aztán a nadrágom az ott van kint valahol, hogyha minden igaz. Lekapcsoljuk a Nem, lehúzzuk a villanyt. Látod, hogy lehúzzuk a villanyt, akkor is lekapcsoljuk, vagy felkapcsoljuk, meg ha lehúzzuk, akkor is lekapcsoljuk. Na mindegy, leszek megint.
hülyeségeket. Na! Megérkeztünk nem másval, mint itt az égbe vásárlóba, és eljöttünk. Ja, mindjárt kiszállunk megnézni ezt a Davisnek a születésnapja, ezt az autót, amit mondtam, amit nem találtam. Tegnap nem találtam, képzeled abba a boldog. Ja, meg akarom mutatni a nem a Davisnek, a feleségemnek. Mit csinálsz? Ja, nem kell napszemüveg, te! Meg akarom mutatni, hogy hogy néz ki, hogy ők is lássák. Bár nem szomja, hogy az autóba be fog férni, ahogy mondtam, de... Ha nem érem, meglátjuk. Na. Miért kell napszemüveg meg sapka? Csöpörög az eső, te! Jaj, várjál, kiengedlek, megnyomjuk ezt a gombot. Meg azt is. Látom, te már kiveszted magad ott fönt. Ups! Na, menj, jövök én is. Megtaláltuk az autót. Ja, itt az autó, látod? Ez az. Ilyen szép nagy, 3 éves gyerekeknek való, de szerintem a Davis belefér. Ja, ott is van. Sok-sok autó, mindent meg a túloldal. Melyik? Ez? Ezt az autót tetszik neked? Na várjál. Nézd, van ilyen fajta is. Lukasz, neked melyik autó tetszik? Én azt hiszem, hogy a Lukasz már kinőtt az autózásból, legalábbis az ilyen autózásból. Ja, átmegyünk a túloldalra, ott is megnézzük. Szép labda, látod? Na, fogd meg. Visszaértük az autóhoz. Nézd, mindenki elment körülöttünk. Ott jön egy autó, megvárjuk és átmegyünk. Azt mondom, meg kellene mostani, hogy holnap jó idő lesz, lehet, hogy megmosom. Innét nem nagyon lehet látni, hogy milyen koszos, de ráfér egy mosás. Hova ülünk? Oda ülsz a túloldalra? Mami! Ja, mami, a mami, mindjárt jön a mami. Ó, kinyitjuk az ajtót. És gyorsan beugrunk oda. Hoppá! Na, megvagyunk. Na, mi a helyzet? Cipeltem a Davis segét egész végig. Majdnem egész végig, nem egész végig, de majdnem egész végig. Hú, te, mostanában, hogy nem hozzuk el ezt a babakocsit. Már elkerestem a Lukat. Általában, hogyha ugye elfárad, akkor nekem kell cipelni, vagy a feleségemnek, de inkább nekem. És... Mi a helyzet? Éppen eszik, csipit eszik, sülkrumpit eszik. Olyat. Megvárjuk, meg megérkezik a feleségem, és befutott valahol, én addig elhoztam addig is beültetni. Jadjuk ezt, és megyünk hazafelé, de mielőtt elmegyünk haza, mi beugrunk a szleimhez, aztán megyünk haza, és valószínűleg folytatjuk tovább. Davis, mit csinálsz? Te, vedd fel, nem azon, húzzuk, te! Látod, kapott egy ilyen rajzolót a szüleimhez, hozzá egy ceruza, és húzogatja a kötélen keresztül, hogy nem veszel el a ceruza. Aztán van egy kérdésem hozzátok. Ide, ebbe a sarokba mutatom. Ugye ott van a számítógép, ott van a tábla, oda akarom rakni azokat a kis pisztolyokat, azok a kulcstarokat, amiket gyűjtök. Itt van a képkeret. Ezt majd valamikor ugye meg akarom csinálni, amit mondtam. De oda a sarokba én azt mondom, hogy valamit kellene rakni, mert üres. Ugye most már tervezem egy ideje. Én azt mondom, hogy már mondtam is nektek. De nem tudom, hogy mit. Gondoltam, hogy egy ilyen kisebb asztalt, vagy nem szekrényt, ilyen polcot. De nem tudom, a polccal az a gond, hogy a Davis rámászik valószínűleg, és mindent lepakolna róla, ezért polcot oda nagyon nem akarok tenni. A kérdésem hozzátok az, mit lehetne oda tenni? Fogalmam nincsen, gondoltam valami virágra, de nem akarok öntözgetni, művirágra talán, de nem tudom, virágot annyira még nem akarok oda tenni. Valami ötlet, ha valakinek, gondoltam arra például, hogy evezőt rakok oda. Egy ilyen régebbi fa evezőt, vagy valamit ide beállítva, hogy jobban nézzen ki, vagy nem tudom. Nincs ötletem. Ha valakinek van valami ötlete, akkor nyugodtan megírhatjátok, megmutatom nektek még egyszer egy kicsit így messzebbről, ugye ott lesz egy kép, amit mondtam a falon. Nem kép, hanem azok a kicsi kis húsdalsos pisztolyok, és oda a sarokba, nem tudom, valami hiányzik onnét, én azt hiszem. Ugye ott van az ablak, nem tudom. Ha van valakinek valami ötlete, nyugodtan írjátok ide a videó alá, azt nagyon megköszönném. Úgyhogy most itt lekapcsolom a villanyt, a Davis vacsorázik, én meg nem más csinálok, mint beugrok, nem máshova, mint a zuhanyba. Hopp, várjál, kapcsoljuk a villanyost. Ugyanis gyorsan lesz van azok, még miatt a Davis elmegy aludni. Úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem, ugyanis az zuhanyba ugye nem akarok filmezni, mert vizes lesz a kamera. Vízbe léptem közben, ugyanis itt a zuhany, ugye itt a zuhany, és nincs rajta ablak, ajtó, semmi se. A víz ide kijön, a feleségem zuhanyzott korábban, és kijött oda a víz, nem mindegy, én meg beleléptem az oknimba. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép nap, hogyha reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézitek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!